Itt állok egymagamban, nem, ez nem igaz, mert nem egymagam vagyok, hanem itt van velem egy kedves fiatalember, akinek a nevét még egy kicsit gyakorolnom kell, Cseri Attila, jól mondom? Igen. Szervusz Attila, üdvözöllek itt a Kerepes Rádió stúdiójában téged. Mit kell róla tudni, hogyha az ember szeretne bemutatni itt a rádióban, azon kívül, hogy szemtelenül fiatal vagy, iskoláid elvégezted, elkezdtél dolgozni az életben, de én úgy tudom, hogy bizonyos művészi ambícióid is vannak. Tehát először is köszöntöm a kedves hallgatókat. Cseri Attilának hívnak. 23 éves vagyok jelenleg. Dolgozom, és szabadidőmben rövid filmezéssel és videókészítéssel foglalkozom. Láttam Szilas Wood feliratot, ez olyan, mint a Hollywood. Persze ez egy fotomontázs volt a hegyekbe itt a, melyik ez a kerepesi vagy a szilasi dombokon készült ez a felvétel? Nem, ez egy Photoshopolt kép. Photoshopból van. Na kérlek szépen, tehát kezdjük is egyből ezzel, hogy te filmezel szabadidődben, hobbiként ezt elkezdted. Szilas Continental Studio, így hívják a filmstúdiódat, amit magad virtuális stúdióról van szó, igaz? Tehát valljuk be, hogy nincs egy igazi tehát ez, nagy filmstúdió. Igen, ez nem hivatalos és nem létező a valóságban. Valójában csak egy ilyen számítógép asztalon van. De az is már valami, és hát akkor, hogyha most ezt tovább bogozzuk, akkor megnéztem az oldaladat, és komoly színészgárdával dolgozol, és hogyha elmondhatom, akkor a színészgárdában még ismerős nevekkel is találkoztam, Tasek Norbinek a nevével, aki Tasek Kittinek az öccse, illetőleg Komjáti Péter, Sávári Márk Martin, Irányi Dániel László és Zlatnik Attila, Boros Gergő, Nemes Péter, Rózsa Rihárd, Fazekas István és Helisz Tamás, valamint te saját magad, Cseri Attila, ha nem hagytam, remélem, hogy nem hagytam ki valakit, ezek az alkalmazott, eddig alkalmazott színészek, ahogy te írod, forgattok filmeket, kisfilmeket, tényleg reklámfilmet, nem? Már azon is gondolkoztam, hát most a hétvégén Kistartsán forgattam videoklipet, egy 15 éves kistartsai rapper gyerek bízott meg ezzel, hogy forgassak neki és készítsek videoklipet. Nagyon dicséretes és nagyon szuper, én örülök ennek, hogy ilyen ambícióid is vannak. Tehát a film az egy hobbi, vagy pedig azért ennél szeretnél többet is kihozni belőle egyszer? Tehát egyszer mindenféleképp szeretnék ebből többet is kihozni, mint hogy egyszerű hobbi legyen. Én ezt megint csak látom, hogy vannak itt különböző projektek, amik filmben nem látok egyelőre még, csak azt látom, hogy forgatási helyszínek, egy forgatókönyv van ide felírva. Vannak itt partizánok, katonák, amit akarsz, háborús, fantazi, rövid film. Tehát igazából rövid sztori történet van ide leírva, meg a szereposztás, hogy a karakterek. Uh-huh. Például látok itt egy olyan projektet, aminek az a neve, hogy Zsákolós szezon, és úgy látom, hogy a helyszín a kerepesi iskola és a helyi iskola bejárata. Itt van egy fényképen legalábbis. A polgármester Frankinek hívják. Nem tudom, hogy ez véletlene, vagy pedig van valami. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy a minden hasonlóság csak a véletlen műve, semmi szándékosság nincs benne. Laci a játékos, Jenci is egy játékos, és Ádesz is játékos, Viktória egy hölgy is van benne, Csabi Magyarós pedig bookmaker, ő Kennek a barátja, majd nem jöttem rá ki az a Ken. Ja, Ken a főszereplő. Igen, igen. Ő egy NBA-s kosáredző. Igen, igen. Hát fantasztikus, tehát ezeket te írod magad a forgatókönyvben? Persze, ezt én találom ki. Hát ez nagyon-nagyon jó.
Kerepes város temető helyi bejáratánál egy háborús fantázi rövid film van, amin szabotőrök vasúti szabotást követnek el, amerikai ügynök eltűnik, ellenállókból rejtett amerikai ügynökökből és rebellis német állampolgárokból álló különítmény indul útnak keresni, azonban váratlanul a túlvilág erejével találják szembe magukat. Hát kérlek szépen, fantasztikus, és bocsánat, hogyha megmosolygom, de a kerepesi állomáson, a hívállomáson és környékén játszódik egyrészt a film, és játszódik majd. Vagy játszódik majd a film, mert még ez nincs elkészítve. 5-6 partizán, 2 német katona, 1 zombi, az feltétlenül fontos, és Erhard Stumpf SS-tiszt, valamint Szergi Valland összekötő, és Wilhelm Kessler a partizán vezér, és az amerikai ügynök, a főszereplő Blaskovics BJ. Hát ez a Elveszett ügynök című film projekted. És folytathatom a sort, de nem akarom lelőni a poénokat, de mondjuk egy még itt van, ez a Gotthard földjén című fantasy kalandfilm, ez is nagyon érdekes, Budapesten a második kerületben a Hüvös Völgyön, a Gercsei középkori templom környékén játszódik, valamint Hév, M2 metró, Szél Kálmán tér, és stb. Hát nagyon-nagyon szimpatikus. Ebben egyébként az öreg király Septimus, vagy Merdax, a gonosz mágus, és 2-3 bestia is szerepel, parasztávedlet lovag, és egy hercegnő Majdana, valamint 2-3 kartforgató katonára is szükség van, ugyancsak a főszereplő az Artdán, ő egy herceg, ő a hős, és hát nem akarom lelőni a poént, de szerintem érdemes. Olvassák el egyébként a szilaskontinental.tk oldalon. Egyébként ott le van írva, és nagyon sok fénykép is van fönt. Mesélj egy kicsit a színészekről, meg azokról a barátokról, akivel ezt szórakozásként te űzöd, mert ez szórakozás, igaz? Igen, igen. Tehát ez az egész ötlet, ez 2006-ba kezdődött, amikor Tasek Norbert és Komjáti Péter barátommal a Hungarok Art Center nyílt napján így beszélgettünk, összejöttünk, és fölvetettük, hogy de jó lenne csinálni végre egy ilyen, mit tudom én, háborús filmet, hogy de jó lenne gúnyákba bújni és forgatni filmet valahol a környéken, és tehát az előtt ment a egyik csatornán a Híd túl messze van című film, és én így elgondoltam magamból, hogy milyen jó ötlet is lenne, hogy például kilátó túl messze vannak hívják a első filmünket. És akkor a kilátó túl messze van, én erről láttam képeket, nem árulok el titkot vele, gondolom, hogy a Mogyoródi kilátót vettétek egy kicsit szemügyre. Igen, ezt néztük ki helyszínnek, és ott 2006 júliusában el is kezdődött a forgatás. Tehát ez kb. Úgy 1-2 nap volt maximum a egész forgatása, a többi utómunka meg úgy 3-4 hét. Figyelj, én tudom, hogy vannak fiatal tehetségek, akik ebből később tényleg profizmust követnek el, és tovább ezen a vonalon haladnak. Na de nem gondolkodtál rá, hogy valami nevezni kéne már végre valamit, valamelyik filmetekkel, valami fesztiválra, vagy valami pályázatra, vagy mit tudom én, valami hasonlóra, vagy ez már nyitott kapukat döngetek ezzel az ötletemmel? Tehát mi már elgondolkoztunk ezzel egészen, de úgy látom, hogy nem nagy sikereket érnénk el szerintem még, szóval ez még várat magára. Ne, várjál, ne mondjad ezt, ne mondjad ezt. Láttam én olyan amatőrfilmet, és olyan kezdetleges módszerekkel forgatott, de tehát aki ért hozzá, tehát véleményem szerint egy mesteri zsűri, ő nem azt fogja nézni, hogy te milyen HD-s kamerával készítetted el, és a vágásoknak a minősége milyen többmilliós programmal van elkészítve, hanem magát, az ötletet. Tehát akár egy forgatókönyvet, amit én itt most végigolvastam, én ebből a 3 forgatókönyvből mindegyikből azt látom, hogy lelkesedés van benne, nagy valószínűség szerint van mögötte azért tudás is, tehát azért a forgatókönyvnek a elkészítése, vagy maga az alapötlet is dicséretes.
van nektek menedzseretek? Vagy magatok kell, hogy menedzseljétek az egészet? Tehát ezt mi magunk menedzseljük az egészet. Anyagi támogatást valakitől, valahonnan? Még nem nagyon kaptunk. Gondolom, akkor reklámbevételre se számíthatok. Hát nem hiszem, hogy meg fog keresni most komolyan egy cég benneteket, és az, hogy itt van, ha a mi italunkat fogják fogyasztani a filmben a főhősök a bárpultnál, és rajta lesz a C-vel kezdődő piros dobozos üdítő, akkor megfogjuk ezt a filmnek, amit tudom én, 1 millió forinttal támogatni a projektet. Mert ugye tudod, ez úgy működik, tehát a komoly nagy művészeknél úgy működik, hogy megkeresnek két automárkát, mondjuk az egyiket a kék-fehér kockásat, meg a csillagosat, és azt mondják, hogy a főhős nálunk azzal az autóval fog menni, aki több pénzt ad a forgatáshoz. És hát persze ez, még egyszer mondom, valószínűleg nem a szilas vúdra, hanem inkább az Hollywoodra jellemző, de mindenféleképpen... Szóval, hogy elgondolkodtam magamban, hogy van nekünk egy forrás művelődési házunk itt Kerepesen, és ha ilyen fiatal tehetségeink vannak, akkor miért nem karolja föl ezt a forrás művelődési ház? Csináltam egy ilyen videót nekik, vagy fölvettem az egyik rendezvényüket, és megkértek rá, hogy hadd tegyék ki a weboldalukra. Igen, ez a Kerepesi Körtéfa Fesztivál, ha jól gondolom. Igen, igen. Ennek látom itt a bemutatóját, és... Ez egy ilyen egész estés. Ez egy 28 perces felvétel, amit igen. Itt látok. És mondjuk el kéne indítanom, akkor látnám is, és a hangot... Fesztivál, ha jól gondolom. Igen, igen. Ennek látom a saját itt a... hangomat hallom persze vissza, mert valahol valamelyik oldalon itt szól a Kerepes Rádió, ami egyébként nem lenne baj, csak abból a szempontból, hogy a saját hangukat visszahalljuk, de már is ott vagyok újra. Itt viszont le van véve a hang. Ez éppen a hallgatóknak mondom, ez a tűzi játékos, vagy tűztáncosok voltak, ugye? Ez a Körtéfa Fesztivál tavaly volt 2013-ban. És hát ugye ez volt az a bizonyos műsor, ahol a Gezarol zenekar játszott utána, ha jól emlékszem, utána volt egy Gezarol koncert, én azt is vélem, hogy ez ugyanaz a nap volt. Most azok énekeljenek, akik se fiú, se lányok, énekeljenek, most csak a mások tessék. Tessék. De ez volt a Gezarol koncert, ezt megelőzően pedig a Csík zenekar volt? Igen, igen. Ugye? És a műsor elején is egyből ezzel indult. Hát kérlek szépen, nézegetem itt a filmeidet, illetve ezek kész filmek már itt, ugye? Ezek a 18 percesek. Kész filmek, trélerek, különböző igen. Videók. Kilátó, ugye színes magyar háborús rövidfilm, Szilveszter 2013 a forrásművelődési házban, tehát arról is készült felvételet, Nosztalgia villamos videó, ami itt ment el, gondolom, a Kerepesi. Nem, ez Budapesten, ez Budapesten, Új Budán. Jaj, elnézést kérek, akkor ezt én arra azt gondoltam, hogy van ilyen, persze ez nem zöld, van egy ilyen hév is, ami néha itt elmegy a hév vonalán, egy ilyen nosztalgia. Tehát arról csak egy fotót sikerült csinálnom, ami van. De akkor azon is ott, hát, de megmozdulásokon ott vagy, akkor észreveszed. Hát, jaj. Honnan szerzel információt, hogy mit érdemes lefilmezni? Tehát főleg így interneten kutatok jó rendezvények után főleg, és ott főleg meg újságokba. Attila, én nézegetem ezeket, és tényleg itt a neveken végigmentünk, hogy kik vannak ebbe a buliba benne. Hát ez mind-mind, én nem azon, hogy nagy költséggel jár, mert valószínűleg nem is az a költség, hanem de energiával mindenféleképpen. De akár a Tasek Norbinak a nevét, vagy a többi barátodnak a nevét itt említhetném, akivel. Milyen sűrűn kell ehhez mondjuk összejönni, vagy ez ilyen ad-hoc dolog, hogy most kitaláljuk, hogy te a hétvégén csinálunk valamit, és akkor összejöttök, vagy tehát tervezést igényel? Tehát ez én időtől, meg a többi tagnak a idejétől. Hát ez nem egyszerű dolog azért, itt egy 6-8 embernek nagyon nehéz összeívni az embereket, akár még egy forgatásra is.
Hát igen, mert egyrészt ugye nem arról szól a történet, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, hogyha a hétvége jössz, akkor a 18.200 forintodat készpénzbe fizetjük ki neked a gázsirat, hanem itt arról szól, hogy a szabadidődön oda kell menned, sőt, fetrengsz a sárba, lövöldözöl, úgy csinálsz, mint hogyha eljátszod, 10-szer meg kell ismételni, mert nem lett jó a felvétel, és holt fáradtan fogsz este hazamenni valószínűleg. Igen, igen, ez tehát ez egy nem kis dolog, tehát aki volt már filmforgatáson és foglalkozott ezzel, azt tudja, hogy ott még a fényekre is oda kell figyelni, hogy honnan süt a nap, nincs mögöttetek egy technikai háttér, nincsenek ott a komoly filmvilágosítók, nincs ott a hangmérnök gárda, és a rendező, a kamerakocsi, a nem tudom. Tehát ezt a forgatáson, ezt mindet nekünk kell megoldani, igen, ami ott a dolgokat egyszerűen, mikor... Hát ez a csodálatos bennünk Magyarországon, tudod, hogy mi ezeket képesek vagyunk megtenni. Én meséltem ezt már régen, én a Deriknek voltam a filmvilágosítója egy hosszú ideig Németországban, és a kameraman egyszer odahívott, és mondta nekem, hogy na gyere, mutatok neked valamit. És elővett ilyen egyszerű kis üvegeket, meg mindenféle kis üvegek, ilyen rácsos üveget, olyan, mint a drótüveg, ahhoz hasonlót, és így elhúzgálta a kamera előtt, és azt mondta, hogy ezt ti magyarok találtátok föl. Tehát a 30-as években olyan vágásokat alkalmaztak, mert nem volt komputer, hogy elhúzott egy ilyen üveget a kamera előtt, ezzel volt vége annak a szénének, annak a darabnak, majd a következő jelenetben ugyanúgy elhúzta visszafelé az üveget, és azzal kezdődött a másik. Tehát meg volt a vágás. Tehát gondolj bele, a 30-as években nem volt vágóasztal olyan, mint a mai számítógép, hanem vagy mechanikusan vagdosták a filmeket ugye ollóval, és akkor hogyan tett oda közé, ugye, fantasztikus munka volt. És akkor döbbentem rá, hogy valóban a magyar filmgyártás 1936-38 környékén, de már 33-tól is Hollywooddal vetekedett, és az amerikaiaknak nagyon-nagyon komoly vetélytársa volt a magyar filmipar. Havonta egy-két film, néha három film készült el Magyarországon. Ez nagyon nagy szám volt abban az időben. Tehát én azért mondom, hogy igenis figyelembe kell venni, és komolyan kell venni titeket, az ilyen fiatal tehetségeket, mert a talentum az ott van benne. Jöjjön egy dal, és utána visszatérünk még. A mi filmünk, ez a címe, biztos ismerik. Rólunk szól, énekelte a geg, és én azt hiszem, ez egy jó geg ilyen filmeket forgatni. Nem mindig politikával kell foglalkozni, kicsit balazítok, bár a helyi politika is érdekel, és fogok én beszélni majd arról is, hogy ma testületi ülés van Kerepesen, de elsősorban most jobban érdekel az, hogy milyen az ifjúsági élet véleményed szerint Kerepesen. Tehát én azt látom, hogy cserélődik ki a lakosság, és ugye a fiatalok is, egy csomó osztálytársam már elköltözött, és... Hova költöznek el az emberek? Hát mennek főleg Pestre, meg másik vidéki falvakba. De hát aki úgy gondolja, hogy el tudja adni a kerepesi házát, akkor elmegy vidékre, és abból a pénzből vesz ott mondjuk egy másik házat, és marad neki még pénze vállalkozásra, vagy megélhetésre, vagy mi a cél? Miért kell elmenni? Nem értem, tehát szeretném ezt megérteni, hogy szerinted miért mennek el az emberek Kerepesről? Pesten mondjuk azt megértem. Hát Pestre azért mennek, mert mások a kilátások, mint a nagyváros, olyan munkája van, közel költözik a munkahelyéhez, ez így rendben van. De még innen vidékebbre elmenni, mert ez valahogy nem ugrik be, de vagy erről nincs információd, hogy miért mennek el az emberek? Hát ezt így most nehéz lenne megfogalmazni. Na mindegy, szóval cserélődnek az emberek, ott hagytuk abba, és ez azt jelenti, hogy újabb fiatal barátokra teszel viszont szert. Tehát ennek van előnye is. Igen, akkor, igen. Illetve a régiekkel tudod tartani a kapcsolatot, hisz ma már azért internet világában Facebookon nem tűnnek el ezek az emberek, csak ugye
térképészetileg más tájegységre költöznek. Na de nézzük, tehát újabb emberek, újabb ingerek, újabb értesülések, információ. Tehát igazából azt látom a mai fiatalokban, hogy nem annyira képesek vállalkozni úgy, mint mi. Nem éppen a vállalkozók kedv szinte hiányzik belőlük, meg a bizonyítás. Mondja, kedves hallgatóink, ezt egy 23 éves fiatalember a mai fiatalokról, tehát ezért ez csak úgy most poénkodtam, de én értem ezt, és természetesen ezt vehetjük egy társadalom kritikának is, hogy tehát a mai világban, én a saját gyerekeimről is beszélhetek, a számítógép világában a gyerekek kicsit ellustulnak, nem csak virtuálisan lépnek ki az otthonukból, az internet segítségével elmennek, megnéznek más tájakat, más információkat szereznek be, addig, amíg esetleg azt mondhatnánk, hogy le kéne ugrani ide Mogyoródra megnézni a kilátót, ami itt van tőlünk pár száz méterre, és bevallom neked őszintén, még én sem voltam fenn a kilátóban, mindig terveztem, hogy majd egyszer fölmászok, megnézem. De beszéltünk arról is például, hogy milyen is kerepesen itt a Kálváriadomban egy ilyen kilátó, mint a magyaródi kilátó. Legalább érdemes lenne betonból megcsinálni, azt talán nem lopnák el, maximum összegrafitizik, de az még nem annyira vészes, mint hogyha fából lenne, vagy fémből, és fa és fémgyűjtők elvinnék. Na te, akkor fiatalság, maradjunk még ennél. Ifjúsági klub, filmklub, létezik olyan, vagy nektek van ilyen klubotok, ahol a fiatalokat támogatja mondjuk a helyi önkormányzat, és azt mondja, hogy lehetséges ezzel is foglalkozni. Persze kultúrházon, forrásművelési házon keresztül adunk nektek pénzt is erre. Tehát az ifjúság. Tehát ami létezik még fiataloknak így menedékhelyit kerepesen, az a forrásművelődési háznak a számítógépterme, amit Weber Gábor vezet, szóval főleg ide tudnak járni, vagy esetleg valamelyik csoportba. De hát számítógépe van otthon is neki, tehát azért, hogy lemenjen számítógépezni, ez kevésbé vonzó. Tehát igazából oda azért járnak a hangulat miatt, meg a társaság miatt. Igen. Tehát én arra gondoltam például, hogyha ezt a filmklubot vesszük alapul, hogyha lenne egy ilyen, és még mindig a film oldalán akarok elindulni, hogy olyan fiatalok, akik filmezéshez, médiához, rádió, tévé, film, tehát eleve újságírás, vagy bármi olyannal kapcsolatba szeretnének kerülni, tehát erre még egyelőre akkor nincs lehetőség. Hát én nem nagyon látok még. Én el tudom képzelni, és bocsánatot kérek, nem a helyi politikával akarok foglalkozni megint, csak el tudom képzelni, hogy a fiatalokat lehetne támogatni. Tehát a mai világban, és akkor kicsit konkrétizálom, a mai világban, amikor a fiatalok a kábítószer, a trágár dolgok, és a néha kilátástalan helyzet, és egyéb más következtében már nem igazán, tehát hogy mondod, eltompulnak, ellustulnak, nincs cél előttük, olyan cél, ami úgy igazán mozgathatná, akkor például egy ilyen ifjúsági klubban, vegyük ifjúsági klubnak hívjuk, tök mindegy, hogy minek nevezzük, ahol össze tudnak jönni, és például azt mondjuk, hogy forgassunk filmet, gyerekek. Van itt egy góré, úgy hívják, hogy Cseri Attila, ő képes arra, hogy megírja a forgatókönyvet, rengeteg statisztára van szükség, mindenkinek van otthon a nagyitól valami ruhája, vagy a nagyfatertól egy kalapja, vagy csizmája, és szükségünk van most éppen egyszerű föltúró parasztokra, katonákra, szükségünk van egy-két kaszára, kapára, és eljátszuk a parasztháborút. Most csak mondtam valamit, és de érted a lényegét, hogy mit akarok lehet. Tehát, ha megfelelő tehát angazsírozás ott van mögött, a csúnya szóval mondtam, mert most nem jutott eszembe más, akkor tehát meg lehetne mozgatni a mai fiatalságot. És akkor most jön a forrásművelődési ház a képbe, akinek az önkormányzat azt mondaná, hogy a büdzséjét természetesen, mint ugye meg lett ígérve, minden kultúrcsoport kétszeres, háromszoros pénzt fog egyszer majd kapni, csak nem tudom, mikor lesz az egyszer, akkor itt lenne a lehetőség arra, hogy ezeknek a fiataloknak oda nyomni, azt mondani, hogy mit tudom, itt van 30 000 forintot adunk most kellékekre nektek, számoljatok el hozzátok a számlákat.
ennyi. És biztos vagyok benne, hogy ezt korrekten meg lehet csinálni. Persze megfelelő elszámolás és minden mellett azt mondani, hogy gyerekek, hát azért ne verjetek át, mert egyszer átvertek, akkor elzárjuk a csapot. De ez természetes és biztos. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy bemegyünk egy sörözőbe és elköltjük, el is szuk a pénzt. De az is belefér. Tehát még az is belefér, hogy bulikat lehet rendezni a gyerekeknek, a fiataloknak, és erről is lehet filmet készíteni. Tehát arról is lehet. Mindenről lehet, és mindent lehet. Tehát itt igazából ötletei vannak, tehát minden adott. Épp ezt akarom mondani, hogy itt végül is csak az kell, hogy legyen valaki, aki ezt az egészet összefogja. Te képes lennél erre, vagy van erre neked még energiád, vagy lenne a társaságotokban egy-két ember, aki ezzel tudna foglalkozni? Tehát lenne meg... Hát van már is, a Facebook világában össze lehet hozni az embereket 10 perc alatt. Mondom, ez a fiataloknak a vállalkozás hiányába már merül ki, hogy nem akarnak. Na jó, de azért egy célt meglebegtetsz előtte. Egy picit felkelted az érdeklődését, és azt mondod, hogy figyelj, holnap itt lesz a, mit tudom én, akármilyen együttes eljön hozzánk, csinálunk ők egy beszélgetést, és közben lefilmezzük őket. Akkor lehetséges, hogy azért csak oda tódulnának. Vagy azt mondanák, hogy filmet fogunk vetíteni, vagy filmet hozunk egy nagyszerű mozifilmet, és levetítjük itt nektek, vagy bánom is én, tehát mondom csak ötleteket, nem én akarom kitalálni, de bizonyára meg lehetne mozdítani az ifjúságot, a fiatalságot, és ebből a Facebookos otthon maradok világból, ahol csak virtuálisan találkozik egyik a másikkal, lehet, hogy ki kéne rángatni egy picikét, de az is egy megoldás, amit mondtál például, hogy ott van a kompjúter szoba, ahol azt mondani, hogy gyerekek, itt most nagyon nagy lehetőségek vannak, mindenki leül a számítógéphez, itt van egy jó kis feladat, részfeladatokat kaptok, vágjátok meg, és a végén összerakjuk a filmet. Mindenkinek a saját része illeszkedik. Persze ezt valakinek le kell koordinálni, látni kell az egészet. Ez így igaz. De hogyha ezt így megoldod, és mindenkinek a kis részfeladata, az produkció, tehát benne van, és a végén összeáll a kép. Tehát akár forgatókönyvet meg lehet írni, és azt mondja, hogy forgasd le a kis kameráddal otthon. Ez a jelenet, ezt kell lejátszani, és a filmet én majd összevágom, és akkor te vágod össze a többiekét. Tehát ezek olyan ötletek csak, amik így belőlem most hirtelen jönnek elő, de szerintem sok mindent lehetne kezdeni a fiatalokkal. Zenéljünk egyet. Mit szólsz hozzá? Nem tudom, mi legyen. A Pókasszony csókja című filmből találtam itt egy betétdalt. Közben itt bemutattam Attilának az én földváros teóriámat, ami a következő újságban is megjelenik, és arról beszélgetünk itt, hogy nézett ez ki. Van itt egy 1944-es légi felvétel az újságban, ami majd most fog megjelenni, ahol nagyon jól lehet látni, hogy a négy árok, ami kerepesen most vízmosásnak titulált, sőt, önkormányzat által betemetendő létesítmény. Most ez a négy árok egymástól azonos távolságra van, ilyet a természet nem csinál, tehát hogy teljesen azonosan van, ezek épített árkok, olyan védrendszer, hogy kerepesen itt nem lehetett átmenni, tehát a főúton egyáltalán nem lehetett átmenni, mert kapuk voltak, ezek az úgynevezett vaskapuk, a csőrszároknak a részei, és nagy valószínűség szerint a mi várárkunk, vagy ez a várunk, ez a földvár bizony a szarmaták idejéből, vagy későbbről, római kor környékéről származó építmények voltak, és erre aztán később kerepes város, benne van a nevében egyébként a város, tehát ahol vár volt, az egy város volt, tehát város, és annak idején nem volt falu. Hát sajnos visszasüllyedtünk a falu szintjére később, mert a vár összeomlott, nem volt szükség a honfoglalás után már várra, Kerepes nem kellett megvédeni senkitől, egészen a tatárjárásig nem bántottak minket különösebben. Szóval itt csak az újságban megjelent ez a régi felvétel, régi légi felvétel. 1944 körül a katonai térképészethez használták ezt a régi képet. Egyébként a térkép sokkal, de sokkal nagyobb. Már Rákospalota
Újpest, Angyalföld is rajta van a térképen, és egészen Gödöllői Dombság kifelé 60-ig megtalálható. Tehát ez egy jó nagy légi felvétel. És nagyon érdekes, ugye, hogyha most megnézed, te is látod itt a térképen, hogy a Magtár tér fölött egészen Szilasligetig szinte egy-egy ház csak, vagy még az se, itt egy pár ház van, de sehol semmi. Tehát, itt tehát ez volt. Akkor még nem volt ennyire beépülve. Nem volt beépülve. Kifejezetten csak a főút volt, ugye a Szabadságút, a mai Szabadságút, a Templom utca, és fönt a Szőlősor, és hát úgy, ahogy a Mező utca már részben, ugye voltak házak rajta, és ez a rész, az összes többi, ami ettől Szilasliget irányába van, csak szántóföld volt, és 1944-ről beszélek, még egyszer mondom, tehát hogy a háború környékén, és már akkor, vagy még akkor ennyire lakatlan volt tulajdonképpen Kerepes, tehát ez egy nagyon értékes dolog térkép, ráadásul kicsit a hegy és vízrajz is látható, tehát hol vannak a horpadások, hol vannak a kis dombok, akkor az árkokat azért lehet jól látni, például a csőrszároknak a vonulatát nagyon jól lehet ezen a térképen végigkövetni. Tudnélik, azért van ezek a zöld övezetek a patakparton például, vagy pedig az árkokban azért vannak a fák, mert a humuszos földön sokkal jobban növekszik a növényzet, a cserjék és az egyéb, és ahol ilyen erdősávot látunk, ilyen 1-2 méteres, 2-3 méteres erdősávok, azok általában ott árkok voltak, és hát a humuszos földben jobban megnőttek a fák. Nem vagyok egy kertészmérnök, tehát nem akarok ezzel untatni senkit, de egyébként erről is lehetne nagyon-nagyon sokáig beszélni. De például érdemes lenne készíteni erről is akár egy filmet. Aztán egy másik képen itt az újságban lehet látni, hogy kérdezted tőlem, hogy nézett ki ez a földvár annak idején. Hát bizony ez egy ilyen cövekkel, akár ilyen 6-8 centis galjak, vagy hát kisebb méretű cölöpök voltak leverve, és össze voltak fonva ezek a fakerítések, és köztük pedig homokkal, mint a tulajdonképpen a vályogháznak a fala, olyannal voltak megerősítve. De az akkori kultúrában, az akkori haditechnikában áthatolhatatlan volt. Tehát ez ugye nem volt puska, nem volt ágyú, nem volt semmi, nyillal nem nagyon lehetett bevenni, bentről viszont jól voltak védve, és tudtak kifele lövöldözni. Az akkori haditechnikának ez a csúcsa volt, és tényleg mai szemmel kicsit megmosolyogtatós, de hát ilyenek is vannak. Ha majd egyszer erről is lehet, hogy forgatunk egy filmet, a Kerepesi földvár. Egyébként lehetne animációs, vagy pedig, hogy mondjam, csak ugye számítás technikával, tehát ilyen filmeket simán lehetne forgatni. Mint tehát amit látok a újságodban, hogy a fentibb nagyobb kép itt a Kerepes Város 3-as című sziknél, ez egy számítógépes grafika, a felső, az alsó meg inkább egy ilyen szabad kezi rajz. Igen. Ez mondjuk nem Kerepes, ez semmi köze, Dunakanyarban van valahol, vagy a Duna mellett van ez a fellegvár, ez a vár a másik képen, de egyébként, hogyha Szilaspatakot elárasztanánk, akkor ugyanezt a képet kapnánk, és azt elfelejtettem neked mondani itt az előbb, hogy itt ez a rész, ahol a patak folyik, ez valószínűleg, hogy föl volt duzzasztva, tehát itt a Gyár utca környékénél lent valamiféle zsilip, vagy gát, vagy valami lehetett, amit föl duzzasztottak, és akkor ezek az árkaink, ezek mind víz alá kerültek, és még inkább áthatolhatatlanná vált, hisz azért képzeld el, hogy te jól ismered itt a Templom utca végén ezeket az árkokat. Persze. Hogyha ezt megtömnénk vízzel, tehát fölemelnénk, akkor ebben egy olyan 4-5 méter mély víz lenne, és ha az aljába pedig hegyes, kifaragott cölöpöket teszünk, akkor abban a lóval se lehet beleugratni, hogy átusszunk rajta, mert hogy abban a pillanatban, hogyha beleugrik, a ló fölhasítja. Tehát elméletileg ez is egy elképesztő védelem volt annak idején. Tehát tény, hogy itt nagyon mély árkok vannak. Tehát ilyet a természet nem produkál. Az ároknak a mélysége szinte megegyezik a pataknak a szintjével. Tehát nekem ez tűnt föl. Aztán, hogyha elárasztanánk az egész árkot és a patakot is, akkor valószínűleg ott a Templom utcánál a kertek végében is 6-8 méter vagy 5 méter mély víz lehetne, egy tó elmélet. Tehát ott is egy egészen végig föl lehetne duzzasztani.
Ez azért érdekes, mert ma azt mondanák, hogy ugyan már hát a patakban nincs annyi víz, de itt azért arról beszélek, hogy 1000 évvel vagy 800 évvel ezelőtt milyen vízmennyiségek voltak a patakban, és a fiatalabbak emlékezhetnek rá, vicceltem a fiatallal, tehát kedves idősebb hölgyeim, uraim, bizonyára emlékeznek arra, hogy amikor ebben a patakban az önök életében is még sokkal, de sokkal több víz volt, mint ma. Na most akkor képzeljék el, hogy ha 500-600-800 évvel ezelőtt mennyi víz lehetett a Szilaspatakba, ha mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt ugye sokkal több víz volt, mint ma. Na, mindegy, erről is lehetne beszélgetni, de ez itt a Kerepes Rádió, a 97,1 MHz-es ultra rövid hullámon, és Cseri Attilával beszélgetek, aki film producer, ugye most így is mondtam, hát hadd fényezzelek, hát most ez nem volt füllentés, csak a nagyságrendeket nem határoztuk meg, tehát mondjuk nem az Endi Vajdáról beszélek, hanem a Cseri Attiláról, de mind a ketten tulajdonképpen hasonló módon ugyanabba utaztok filmben, és hát ez a film sajnos nálad még egyelőre csak hobbi szintű, mert megélni nem tudsz belőle, pedig szeretnél, nem? Szeretnék mondjuk. És hát a zenei világodról még nem hallottunk. Mi a zene, amit mondjuk kedvelsz? Tehát én régen nagyon szerettem a rock zenét, ilyen rockdiszkokba meg ilyesmikbe is jártam, ma már szinte mindenfélét meghallgatok, mindenre vevő vagyok. Minden evő lettél. Egyébként ez a filmtől is van ám, mert a filmzenékben is ugye, hát nem lehet csak egyfajta stílust kezelni. Szoktatok a filmek alá zenét is tenni? Persze, persze. A audio effektekről én is gondoskodom meg, hogy én is mondom, hogy mi kerüljön bele. Nagyon fontos egyébként a zenével és a képpel, akár szöveg nélkül, dialógus nélkül, nem tudom, nagy dialógusok vannak a filmekben, vagy nincsenek betervezve komoly forgatókönyvszerű beszélgetések benne, vagy azért... Tehát én nem fecsérlem annyira a szót, ha filmforgatás van szó, nem annyira szeretem a sok a beszéd a filmben, inkább több legyen benne a cselekvés. A cselekvés és az effekt. Egyébként a zene az nagyon-nagyon sokat tud, tehát gondoljunk bele a néma filmekbe annak idején, akár Chaplin féle filmekbe, mert nagyon sokat lehet abból tanulni. Tehát a néma filmekben is a zenével nagyon jól tudták kihangsúlyozni a cselekményt. Tehát egy gyorsított zongora például, vagy egy induló, ez így az, igaz. Úgy, az úgy nagyon sokat tudott lögni, ám ma meg már a lehetőségek a végtelen és korlátlanok, hisz saját magad írhatsz zenéket számítógépen a filmethez, ha akarsz, meg ha van rá még energiád ezek után. De tehát nem a szöveg a jellemző, bár természetesen a bizonyos értelemben az is nagyon sokat dobhat. Főleg, hogyha az embernek már van pénze, hogy miből filmezzen, mert ugye meg filmszereplőket meg kell. Tehát a szöveges szereplők azok sokkal igényesebbek, mondjuk, mint egy akcióhős. Tehát a szövegnél ott nagyon-nagyon sokat számít, hogy milyen a színészi teljesítmény, ami mögötte van. Amíg mondjuk egy akcióhősnél azért ott a megjelenés, a mozgás, az ugyancsak persze, tudja persze. Ezt egy kicsit ellensúlyozni. Mi a következő lépés, következő projekt, következő terv, mit, akkor úgy kérdezem inkább, hogy mit csinálnál most akkor, hogyha az előbb ugye beszélgettünk a vágyállomról, mondjuk, hogy a forrásművelődési háza zsebébe nyúlna, és azt mondja, hogy na Attila, pénz nem számít, van dögivel, mit tennél most akkor, hogyha azt mondanák, hogy menedzselnek? Tehát én most alapból nyáron szeretném a stúdiómat, meg a csatornámat is teljes körülön reklámozni. Nyáron minimum 2 produkciót szeretnék megvalósítani. Az egyik a kosárlabdázós családi vígjáték, a zsákoló szezon, és a második a háborús filmem, a Kilátó túl messze van. Hát ez nagyon-nagyon komoly terv egyébként, hogy 2 ilyen projektet is említettél, még egy is hátborzongató elképzelni, hogy elkészülne. Hát én nagyon-nagyon fogom figyelemmel kísérni, ha megengeded ezt a tervedet, és amennyiben lehetőségem és módon van rá, akkor ebben aktívan részt is veszek valamilyen módon, és természetesen beszámolok róla minden esetben, hogy álltok.
És amennyiben elkészül ez a rappes videód, amit mondtál, hogy most készült egy ilyen kis rappes reklám videó, akkor videóklip, akkor arról is várom az információt, illetőleg a kistarcsai rappes srácról beszéljünk még egy-két gondolatot. Tehát nagyon 15 éves, és nagyon látom benne a tehetséget, az ambíciót, tenni akarást, szeretne híresebb lenni 15 évesen. Tehát ez az, ami engem meglep. Hát látod, meg felgyorsult világban élünk, a srácok sokkal fiatalabban már képesek ilyenekre. Ugye most számoltam be én is egy költőről az újságban, talán egy költő fiatalember, aki 17 éves, 14 évesen már költő lett, és gyönyörű szép verseket képes írni. Tehát vannak érzéki dolgok, a fiatalok is hajlamosak arra, hogy akár zenei pályán, akár művészetben, akár filmművészetben, mint itt vagy, hisz te még csak 23 éves vagy, és hány évesen kezdted el ezt az első ilyen... Tehát a legelső ilyen rövidfilmes próbálkozásom az 16 évesen volt. Tehát akkor te se panaszkodhatsz, elméletileg 15 évesen azt mondod, hogy milyen fiatal, tehetséges, te meg 16 évesen elkezdted ezt a hobbi szinten, de én úgy látom, hogy ebből azért elég komolyan kialakulhat valami, és néztük az oldaladat, a szilaskontinental.tk oldalt, amiben különböző projektek vannak leírva, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, természetesen a Facebookon meg fogjuk osztani mi is. Köszönöm szépen, Attila, hogy itt voltál, jöjjön egy dal, és folytatjuk majd a műsort hamarosan. Cseri Attilát hallották. Nagyon szépen köszönöm, további kellemes